augusztus jó lehetőségeket tartogat a számunkra, nagyon érdemes lesz kihasználnunk. Ha nyitott vagy és van kedve, akkor nézd meg az augusztus havi sorstervező üzenetet is, ami nagyon összecseng azokkal az üzenetekkel, amiket augusztus első hetére kaptunk. Ez augusztus 3-ától 9-ig érvényes. Egész augusztusra, ami nyilván már elsőjével elkezdődik, a tisztánlátás üzenetét kaptuk, és ez elkezdődhet már augusztus, az egész augusztusra vonatkozik, de ez elkezdődhet már a megértéssel. Ez is egy eredménykártya, amely nagyon pozitív, mert azt jelenti, hogy el lehet érni eredményeket augusztusban, most jobban lesz ráhatásunk a dolgokra. Én hiszem, hogy ősszel már kevesebb lehetőségünk lesz annyit változtatni és alakítani a saját dolgainkon akár, mint most, ezért érdemes kihasználni ezt az időt. Ezen a héten megkapjuk a lehetőséget arra, hogy eljussunk oda, hogy megértetted, mi zajlik benned és körülötted, eléred a kívánt eredményt. Hát így legyen. Megértetted, mi zajlik benned és körülötted. Így megértheted, mi miért történik, és mi szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon. Ha érted, hogyan működik a teremtő erő és a teremtés folyamata, akkor jobban is működik, hiszen van célja és iránya. Már csak meg kell tenned a megfelelő lépéseket, és eléred a kívánt eredményt. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Csak hogy nyilván mindig vannak gátló tényezők, ezen a héten, augusztus 3-ától 9-ig, ez leginkább az áldozatiság lesz. Egész augusztusra a bizalom hiány jött ki, nyilván az áldozat nem bízik magában, úgyhogy azzal kell kezdenünk, hogy az áldozatiságot letesszük, és akkor tudunk megtanulni tudatosan bízni. Tehát nem bizalom hiányban élni, de nem is ok nélkül és ész nélkül bízni. Leginkább azt tart vissza jelenleg, hogy áldozatnak érzed magad. Ez mostanában többször jött, úgyhogy érdemes újra meg újra átgondolnunk, hogy minek az áldozatának tartjuk magunkat, mitől függünk, mitől gondoljuk, hogy függünk. Egy áldozat erőtlen, befolyásolható, önállótlan, semmiképp nem szabad, ezért teremteni sem képes. Minek, kinek az áldozata vagy? Tudatosíts magadban, hogy te döntöttél valamikor úgy, hogy nem vállalsz felelősséget és áldozat leszel, és talán észre sem vetted. Nyilván ez gyakran tudattalanul történik. Lépj ki ebből a szerepből. Fordítsd a figyelmedet mások felé, és fogadd el, hogy a saját életedért te vagy a felelős. Ezzel felszabadítod magad. Ha ezt megtettük, akkor a döntés erejére érdemes támaszkodnunk. Hozd meg a döntésedet, hogy megkezdődhessen a teremtés. A tudatos teremtő erő kártyából augusztusra pedig a cselekvés ereje jelent meg. Nyilván ahhoz nem árt egy megfelelő, igazi döntés. Miért hezitálsz? A döntés hiánya tart vissza a jelenlegi szinteden. Mi a legrosszabb, ha hibás döntést hozol? Mi lesz, ha nem döntesz? Figyeld, hogyan reagál egy helyzetre a fejed, a szíved és a hasad. Figyeld meg, hogy melyik milyen, a Sorstervező című könyvemben a fejszív hastestről tudsz olvasni még. És ha mindhárom laza, hozd meg a döntésedet, hogy megkezdődhessen a teremtés. Mi lehet mindennek az eredménye? Egyenrangúság. Egyenrangú és egyenértékű vagy mindenkivel. Ez azért is nagyszerű és izgalmas, mert eredménykártya jött ki az egész hétre, sőt az egész hónapra, ami azt jelenti, hogy nagyon jó lehetőségeink lesznek, megérthetjük a dolgokat, tisztán láthatunk, elérhetjük az egyenrangúságot, ami egy nagyon fontos fogalom. Egész augusztusra pedig két eredménykártyát is sikerült kiejtenem a kártyacsomagból, a sikert és az igazságot. Augusztus eleve az igazság hónapja, 8-as hónap, a 8 az igazság száma, és
kenyérünnepe, az államalapításé, úgyhogy augusztusban sikerre tudjuk vinni a dolgainkat, anélkül, hogy alárendelődnénk, tehát az áldozati szerepből eljutunk az egyenrangúságig, sem alá, se fölé rendelődni nem jó, az egyenrangúság az igazi. Megélhetjük a saját igazságunkat, megérthetjük, mi miért történt eddig velünk, és mi az értelme a dolgoknak, és így sikerre vihetjük azt, amit szeretnénk. Úgyhogy ez lehet egy nagyon jó hónap. Nem lesz az feltétlenül, rajtunk múlik, mert előtte ott vannak a lépések. Én kívánom, hogy ezeket mind meg tudjuk lépni. Nem jó kihagyni lépéseket, de ha megtesszük, akkor egészen jó dolgok sülhetnek ki ebből a hónapból. Tehát az eredmény az lehet, hogy nyitottá váltál, és készen állsz az egyenrangú kapcsolódásokra. Ez azt jelenti, hogy nem rendeled magadat mások fölé, de alá sem. Egyenrangú és egyenértékű vagy mindenkivel. Így megjelenhetnek körülötted azok az emberek, akikkel hatékonyan együtt tudsz működni a teremtésben. Nyisd meg magad, hogy tudj kapcsolódni velük és a céloddal. Hát ez nagyon szép lenne, ha így lenne. Bízom benne, hogy el is tudjuk érni. Úgyhogy egy nagyon szép hetet kívánok, és ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy kattints rá a leírásban található linkekre.